Üdvözlök mindenkit, 7 Days to Die Alpha 21, és ez már 12. nap reggel. Most, hogyha belegondolok, hogy mikor is jön a 14. napi hadúja, a 12. napot még végig kell játszanom, a 13-at és a 14-et, tehát akkor tehát nem elég, ha kivonom, hogy 12-ből, vagy 14-ből 12 az 2, hanem nem, valójában 3 napom van még nagyjából hátra, úgyhogy jó, ez csak így magamnak egy kis gyors gondolat, és azt mondja, 0 pontom van. Oké, na hát eddig jutottunk a múltkor, és van nekem ott egy kincsásásom, oda szerintem majd mindjárt elmegyünk egy kincset ásni. Ezt elvileg nekem még, hát fel is lehetne upgrade. Ez nagyon érdekes, ez a fajta ablak. Ugye ezt még most innen ki tudnám venni, ezt most felupgrade-elem, mert ez ilyen blokkból lett csinálva, mint a többi. Tehát valójában egy üvegablakunk van, de kellett hozzá üveg. Hát ez a fából vaskarikának a mai újkori változata. Jó, mert mindaddig, hát attól függetlenül ezt ugye bármikor, ugye, mint egy bármilyen blokkot ki lehet ütni, és esetleg kicseréljük majd, majd meglátjuk, hogy... Ja, még ez is, oké. Okay. Jó, mindegy. Egyelőre most így hagytuk, aztán majd meglátjuk, hogy kell-e nekem. Na, és akkor lenne egy, hát igen, én majd kell valamit ide csinálni, hogy ne essek már ki mindig, amikor kijövök, bár hát ez se nagy dolog, de meg hát nyilván majd tető kell rá, mert lefestjük, itt is hiányoznak még elemek. Na mindegy, így lett megcsinálva, viszont érkezett egy kérdés ezzel a lebegő bázissal kapcsolatban. Én csinálok már még néhány blokkot, már amúgy is kell. Szóval, hogy végül is mitől is lebeg ez az egész dolog. Teszek majd be a videó alá egy, vagy nem is egy, hanem több linket, mert ugyanis hát többfajta ilyen lebegő, én csináltam lebegő házat, lebegő várat, konkrétan komplett nagy, rendes nagy várat, vagy lebegő hordavárót, vagy ilyeneket, tehát teszek majd be több linket, így a csatornán amúgy vissza lehet lapozgatni, de itt volt például ez a mostani építés, ez direkt lépésről lépésre lehetett látni, direkt mondtam, hogy hányszor hányos az alap, hogy tettem, hogy ástam, mit csináltam, de ettől függetlenül azért, hogy vizuálisan mégis csak egy ilyen kis gyors, kis, hát nem is tudom, ilyen kis bemutatót azért tartanék ezzel kapcsolatban. Ugye mitől is lebeg? Ugye van nekünk, vannak ezek a kocka blokkok. Ez az egész olyan, mint a Minecraft. Én a Minecraftot is még régeségen így viccesen ilyen kockajátéknak hívtam, de mert valójában ugyanaz a mechanikája ezeknek, a 7 Days to Die is kocka blokkokban gondolkozik. Tehát vannak ezek a... Ez látszik is, hogy ugye ezek kockák, oké. Okay. Viszont hogyha én kiválasztok ilyen plétet például, vagy bármilyen alakzatot kiválasztok, ilyen létrát, vagy lépcsőt, vagy szóval teljesen mindegy, de én kiválasztok mondjuk egy ilyen, látszik így is, hogy ettől függetlenül még ez ugyanúgy kockába gondolkozik a rendszer, azért, mert én nekem ott belül az egy másfajta, hoppá, rossz gombot nyomtam, megint rossz gombot nyomtam, jó, kezdhetünk mindent előről. De rossz gombot nyomok, basszus, akkor kezdjük elő. Szóval van nekünk egy ilyenünk, csak ezt meg nem jó helyre tette, meg ide akarom már tenni erre a síkra, ahogy ez van. Oké, ráteszem ide. Véletlenül az E betűt nyomtam, a R betű helyet, és csodálkoztam, hogy eltűnt. Szóval itt vagyunk ugye ennél az állapotnál, ahogy ugye ez a kerete gyakorlatilag a háznak, és hogyha itt van ez az advanced, ez a, mert normálisan ugye, még ez is kérdés, hogy forgatom el, hát ugye a bal egérgombbal forgatom, a jobban lerakom, tehát vannak, akiknek ez is ugye egy segítő információ, és hát elnézést olyanoktól, akik mondjuk ezeket tudják, és evidencia, de hát vannak, akik nem tudják. És ez a videó alatt érkező kérdések miatt is mondom ezt. És tehát, de van egy olyan forgatás, ami fejlett forgatás, ami azt jelenti, hogy ebbe aztán tényleg az összes féle változat benne van, és erre érdemes tenni. Na most ezzel én körbe forgatom úgy, hogy ide tudjam ezt a blokkot tenni. De látszik így is, hogy ugyebár ez ettől még... Azért, mert ez egy kis vékony lap, attól még ez egy kocka blokk, tehát leteszem ide, utána én ezt átforgatom nem is kell nekem most újra nyomni, hanem átforgatom úgy, hogy ide kerüljön, ugye erre az oldalra.
Tehát ugye itt tartunk, hogy ez, és most a szembe oldalt csináljuk, tehát azt a részt csináljuk, és ezt átforgatom ide, ide teszem. Hát megáll, azért áll meg, mert hogyha megnézzük a... Tehát attól ez így néz ki, ez a két blokk, ami itt van, ide van téve. Csak éppen átlátszó, tehát át tudok jönni rajta, a zombi is leesik. Ettől függetlenül pont ugyanannyi az ereje ennek a blokknak, pont ugyanannyi az ereje, ugyanannyira tart, tehát nem tart kevesebbet, mint hogyha én ezt mondjuk így építem meg, és így teszem ide. Ez pont ugyanannyi, egyenértékű ezzel. Jó, és hát most, ha már viszont itt tartunk, akkor nézzük meg azt is például egy érdekességképpen, hogy ez mennyit bír, mennyit bírnak, mert ugye a szenvedélyszudály azért a Minecraft-tal ellentétben itt azért statikát is nézi, tehát a súlyok, melyik anyag mivel, tehát a fa a fával kötődik össze, vagy a fa a kővel, a kő a kővel, stb. Tehát más a teherbírásuk. Nyilván egy fa anyagon van egy teherbírás, akkor az mondjuk is rápakolok köveket, akkor az nem nagyon fogja, tehát kisebb lesz a teherbírása, szóval azért ez nehéz. Viszont én így elkezdhetek rakni, tehát ugye vannak ilyen elemek simán az építkezésben is, a való életben is, hogy ugye jönnek ilyen vasbeton valamik, de így, ahogy látszik, most elkezdett már nekem sárgulni, igaz? És amikor már piros, és rátenném ide, leszakadna az egész. Tehát eddig bírná ez az egész történet, leszakadna a fenébe az egész. Viszont, hogyha én ezt úgy csinálom, hogy ugye itt vagyunk ugyanúgy abban a szinten, meg erre is, tehát hogyha én ezt nyilván két oldalt, hát mindegy, én most nem teszek már ide elemet, vagy éppen jó, tehetek is éppenséggel, ha már belekezdtem így a példába, a példa kedvéért, akkor ide is beleteszem ezt a két elemet. Jó, egyszer ide, aztán ennek megfordítom. Ja igen, ez így jó is. Jó, ide tettem, tehát ugyanazt megcsináltam, mint amit csináltam, és erre, hogyha én ide teszem így, akkor ez már viszont, tehát így néz ki ez a belső rész, ez ugye a háznak az alját jelenti, ez a kettő itt a keretet jelenti, és így viszont már terhelhető, mert hát két ponton van lerögzítve, és statikailag így már sokkal jobban bírja, tehát így tudnék én így rá is pakolni most már, nem végtelenségig, mert egy idő után, hát hogyha én itt már lehet látni, hogy már sárga volt. Igen, ez már sárga. Sárga, és hogyha ide rátenném, ez már mutatja, hogy piros, tehát a terhelhetősége az ettől függetlenül az nagyon érzékeny dolog, mert hogy már oda tenném, akkor már ez, hiába van két ponton letámasztva, ez már le fog nekem omlani. Szóval azért óvatosan kell ezeket így terhelni. Nyilván nem mindegy, hogy amíg a szélén terhelem, vagy a közepén, tehát azért a szenvedélyszudály elég fejletten kezeli ezeket a dolgokat, és hát valahonnan lehet innen középről kezdem el elbontani, mert ne az legyen, hogy tényleg leomlik itt nekem. De valahogy így kell ezt így elképzelni, hogy valahogy így kezd el lebegni ez a bázis. És hát itt mindannyian én is le tudok esni, de le tud esni a zombi is, meg mindenki. Megnézek már még egy dolgot, csak ha már itt úgyis megszomjaztam, akkor megnéznék egy dolgot, és abban nem vagyok biztos, hogy jó, hát van nálam valamennyi szén. Akkor az a kérdés, hogy megnézzük, hogy mennyi van ilyenem is, meg van ilyenem is. Akkor most csak egy dolog hiányzik, egy tábortűz. Azt nem csináltam. Jó, akkor csak kipróbálunk egy dolgot, csak azért, mert ez is egy érdekes dolog. Ugye van nekünk vízünk. A víz az 20-at tölt. Tehát, hogyha megiszom, akkor ez 20-at tölt rajtunk, viszont csak ezt próbáljuk megváltoztatni egy kicsit, meg csak a követ én hova tettem, mert nyilván az építésben. Nem régen pakoltam be, és már nem tudom, tehát még most nekem is meg kell szokjam, hogy mi hogy van, ezt összerakjuk.
És viszont azt hiszem, hogy a kraftosba tettem én, igen, beteszünk egy ilyet is, találtam a múltkor, teszünk bele főzőedényt, ja hát más nincs, de mégis nem is kell. Lenne még grillrás, de olyat nem találtam, mondjuk olyat tudnék gyártani majd, úgyhogy majd gyártunk. Jó, ez meg is van. Hát most egyelőre én lakom, de a sarokban nem, nincs jobb ötletem, hogy hova tegyem. Mert hát itt vannak az étel, még itt fogok főzni, most nincs jobb ötletem. Jó, ezeket berakom. Fa az van nálam, azt hiszem, ugye? Van. Ja, csak még a többi nincs. Ja, van nálam itt a 10 víz. Tehát most ezt ebből kipróbáljuk, hogy mit lehet belőle csinálni. Van ez a fajta víz. Hát ez egy ilyen, mint a boltok árulják, ez a fajta víz, ebből én 10-et tudok csinálni. Hát ezek az alapanyagok kellenek hozzá, ezt megnézzük, ez mennyi idő, 12 perc. Jó, akkor annyit nem várunk ki, de minden esetre teszek bele annyi fát, hogy 12 percig biztosan bírja. És étel alapanyagja, igen. Hát majd szedni kell így virágokat, mert ezek szerint ezek nagyon hasznos dolgok, meg amúgy is, hát ugye csak ugye ezekből a virágokból lehet csinálni teát is, de azért a teához képest azért ez sokkal, sokkal jobb lesz, ez a fajta ásványvíz. Megvárjuk, hogy kijöjjön belőle egy, és akkor utána el is visszük, vagy hát nem is visszük el, meg is, szerintem meg is fogom enni, vagy inni. Már a kaján gondolkozom, hogy ezt is meg kéne enni, hogy ezt szerintem elviszem magammal az ásáshoz. Tényleg, ásás, akkor viszont, akkor várjátok, fegyver, eszköz, mert én itt a nagy pakolásba kiraktam már mindent azért, hogy ne legyen itt a kezembe. Hát itt majd, jó, ezeket, ez az ásó is, minek ide nekem ez a hármas. Oké, le is streppeltem, nem kell. Na, mikor jön már ki belőle egy vizecske? Mondjuk az, ja, most jött ki egy víz. Na és akkor, hogyha megnézzük ezt a vizet, ez 60-at tölt. Tehát ugye az előző normál vízhez képest ez a fajta víz, ez már 60-at tölt, és azért nem mindegy, hogyha egy ilyet iszok meg. Hát a többit azt itt is hagyom, mert most akkor ezzel én dugig tele ittam magam, úgyhogy... Úgyhogy jó. Na elmenjünk, azt a kincset kiássuk, és akkor utána majd látjuk, hogy mi lesz még. Hát nem tudom, milyen messze van, mert így úgy lehet bemérni a távolságot, hogy mi milyen messze van, hogyha mondjuk... Ó, az a havasba van! Akkor nem biztos, hogy... Hát, na jó, oké. Csak ott azért jön egy puma, akkor... Az már nem fapuma, az már... Várjunk, hogy vagyok öltözve? Azon gondolkozom, hogy mennyire vagyok melegen öltözve, mert ott viszont hideg is lesz. Ja, van egy ilyen kap... Ez mondjuk egy meleg cucc. Hát... jó, hát mindegy, ennél melegebb cuccot nem tudok magamra tenni. Jó, hát ennél melegebbet nem tudok. Akkor elmegyünk. Hát lesz itthon hó is most már. Hó. De örülök neki. Hát viszont a puma vagy egy farkas, vagy valami ránk jön, akkor nem kell gondolkozni, hogy jövünk haza, mert akkor hazateleportálunk elég gyorsan. Jó, tehát ott tartottunk amúgy, hogy ez milyen messze van, és hát hogyha itt bejelölöm a térképen, akkor most már mutatja is, hogy 700 méterre van. Most már csak az a kérdés, hogy hát mindegy, itt szedegetünk út között, itt megy egy út. Ott van egy csirke. Hé, elment. Várjunk, tényleg az én késem. Azt is, ja nem, a késem itt van. Jó. Hát menjünk úton. Járt utat a járatlanér, el ne hagyd. Ó, de szép az időjárás. Megnézem a... Loot stage-em 66. Hát majd megnézzük a zöldbe is, hogy mennyi, de a zöldbe ott... Hát ennek a töredé... Na, hát igen, ettől félek, hogy nagyon hideg van itt. Na mindegy, hát most már nem tudom mit csinálni, bejöttünk ide. Megpróbálunk gyorsan ásni, csak ez a piros, ez nagyon, itt nagyon hideg van így. Itt is volt egy fészek. Gyorsan vegyük ki. Ó, egy kis toll. Kutya minden itt. Autó. Lootoljuk, amíg lehet. Amíg még nem fagyunk meg, mert kezd... Ó, volt benne egy vadászkés.
Lesz vadászkésünk. Vadászhatunk késekre. Vajon... hát meg nem tudom, erre menjünk. Megpróbálom most már célirányosan menni arra, mert... Ó, de imádom a hegyi embereket, az összeset. Egyedül vagy? Vagy itt van a házi macskád? Itt van a macskád? Freddy és Bénibe is volt egy dínójuk. Ez a havas, ez amúgy nem lenne rossz hely, csak ezek a, ugye egy csupa ilyen emberek vannak, mint ez. És hogyha én megállok szedni valamit, hát tuti, hogy jön. Úgy szoktam mondani ezeket lőni, hát ilyenkor meg aztán, amikor már felállnak, akkor oda tartják a kis fejüket, akkor a legkönnyebb eltalálni őket. De úgy szoktam őket eltalálni, hogyha látjátok, hogy így bólogatják így a fejüket jobbra-balra, én ráállok az egyik irányra. Ott egy farkas, hát persze, hát hol lenne a farkas, ha nem itt, ahol kéne dolgoznom? Hát de nem, hát de hol lenne máshol? Ó, egyelek meg benneteket. Te meg olyan messze vagy, hát hogy menjek? És irányt váltott. Hát hol lenne, ha nem ott, ahol nekem ásnom kell? Na nézzük, nézzük Farkinca mester. Megpróbáljuk azért, hát ha nem, fejbe akartam volna, de hát nem tudok még erőset lőni. Még mindig feljebb kell egy picit. Kicsi a fejed! Kicsi a fejed, ez meg már lehet, hogy fölé ment. Ó, akkor testre lövünk. Aha, testre vitte. Jó, váltunk. Váltottunk Stuckert, mert ez így nem megy. Nem szeretnék. Az orrából lőttem pedig, akkor mégiscsak orron tudtam lőni. Remélem a barátaid nincsenek itt. De gyenge vagyok. Ó, nem már, és már te is jössz. Hát miért nem? Na ezért van, hogy az ember annyira nem imádja így az ilyen játék elején, ezek folyamatosan itt. Nagyon jó kaja forrás különben, mert hogy rengeteg kaja van. Azt hiszem, hogy ott egy csirke a háttérben elvonta a figyelmemet. A te csirkéd volt? Majdnem elvittem magammal haza. Ezt elteszem ide magamnak, mert hogyha esetleg ott van a csirke. Becélzom és elkezd szaladni. Tudja, hogy becéloztam. Azért milyen csirkék. Nagyon okos vagy. Olyan, mintha lenne fejlámpám, így világít mindenközben. Nincs amúgy. Ugye alapból úgy van, hogy 10 ásás után elkezd szűkülni ez a valami. Csak ugye teszünk rá pontokat, akkor el lehet odáig egészen jutni, hogy 3 ilyen ásónyom után már elkezd szűkülni, és akkor még könnyebb megtalálni a kincset, hogy hol van. De hát én most úgy jövök vele, hogy viszünk haza havat, mert úgyis kell majd, hogyha csinálunk smoothie juice-t, az nagyon kell a hó. Úgyhogy viszünk magunkkal, és azért nem bánom, hogy egy kicsit hagyom hat szűküljön, meg amúgy is kell, ha amúgy ásom a kincset, mondjuk egy zöld területen, akkor is szoktam így egy ilyen nagyot ásni, mert hát mikor ásson az ember földet, hogyha nem ilyenkor? Hát ilyenkor tök jó, mert legalább viszünk haza földet magunkkal, és azért így szépen kellemes a hasznossal, akkor kiásunk egy ilyen nagy területet, és akkor utána már utána annyira meg az alatt az idő alatt beszűkül annyira, hogy már utána már könnyű megtalálni. Egyre könnyebb, de hát valamikor tényleg annyira beszűkíti már az ember, és még mindig sehol semmi. Csak ugye muszáj, most már csak egy ekkora területen kell, úgyhogy elkezdhetünk lefele menni. Hát még utána lesz a jó, mert amúgy ezt még szét kell üssem majd. Hát most az a nagy kérdés, hogy én tényleg mennyire temessem be ezt a gödröt, mert hogy hát itt valójában egyedül én leszek. Tehát senki más nem lesz itt rajtam kívül, aki belemenjen. És hát van az a ősrégi magyar okos mondás, hogy
aki másnak vermet ás. De hát én nem másnak ásom, és maximum aki, ott van a kincsem, maximum aki beleesett, az én vagyok, úgyhogy... Húha. Annyira nem szeretem a lockpickeket sem, mert biztos jó dolog, meg ha teszünk rá pontot, vagy meg van olyan csoki is, amit megeszek, hogy akkor 100%-os biztosan, de hát talán annak még van értelme, de annyira rossz dolog, amikor az ember van úgy, hogy tényleg elsőre kinyit valamit, de van úgy, hogy 11-ére se nyitja ki, és akkor elcsesz az ember egy csomó időt azzal, és már amikor mondjuk rendes csákányon van, nem ez a kőbalta, de rendes csákányon van, akkor egy pár ütéssel kiütöm, kinyitom, és akkor mit szenvedjen az ember vele, hogy kinyitja, nem nyitja, tehát egy akkora csalódás az olyankor, amikor még mindig nyomni kell rá, még mindig nyomni kell, és még mindig nem nyitja ki, és beletöri, meg, na szóval... Emiatt a dolog miatt, mert vannak más játékok, mondjuk a Scumba és sok más játékban, Dying Light-ban, meg minden, ahol a te ügyességeden múlik, hogy hogy nyitott ki, ott is vannak lockpickek, csak ott te keresgéled a nyitó állását, és az a te ügyességeden múlik, hogy eltöröd vagy nem töröd, hogy ki tudod-e nyitni, vagy nem tudod-e kinyitni. De itt annyira random adja, annyira véletlenszerű, és annyira szenvedés az egész, hogy én megmondom őszintén, a lockpicket inkább hanyagolom, eladom a tradernél, aztán kész, de... Jó, hát annyit fedek csak be, hogy így, mert egyelőre egyáltalán nem esélyes, hogy én itt fogok járni, és hogy én nekem bármi problémám legyen ezzel a dologgal. Az se biztos, hogy az életbe erre fogok járni valaha, nem erre fele lakom, arra. Jó, most viszont már nem esik a hó. De pont most mondtam, és már, de csak bejöttünk a ilyen ködbe már megint, és már megint kezd, most még csak narancssárga. Közben azt nézegetem, hogy hát, ha látok még ilyeneket. Oké. Hol várjunk? Átveszettem az irányt, ja, abba. Ott van a kis ágyunk. Várjunk, most is. Leszállok a bicikliről, elfordul a karakter, azt se tudom, merre vagyok arccal a végén. És már délután 4 van. Hát jó, egy kicsit beszélgettünk is előtte, de fú, piszkos úrra van az idő. Az mi? Ez csak egy kő volt. Az is. Tele van ilyen kis köve. Mondjuk itt sokkal könnyebb ezeken a területeken, ugye nincs az a zöld növényzet, és itt sokkal könnyebb találni fészkeket, vagy könnyebb meglátni. Ó, éhes is vagy. Mondjuk, ugye hát ez úgy működik, a valóságban is igazából. Úgy működik, de ez úgy működik itt is, hogyha meleg van, akkor ugyebár dehidratálódunk könnyebben, tehát akkor a szomjúságunk növekszik gyorsabban, viszont hogyha hideg területen vagyunk, akkor az éhségünk kezd el gyorsabban növekedni, hát ugye látszik is az eredménye, mert éhes vagyok, úgyhogy szerintem eszünk egyet. Van egy kis farkas husi. Most mindenkinél nem állok már meg, hogy mindenkit legyőzzek, de azért, hogyha egy fészket látok, akkor igen. Na! Baj van. Jaj, már vérzek. A kis rohadék. Hát ezt nem lehetett látni sajnos. A fa mögül jött elő, ezt nem lehetett látni. Ezért, ezek a területek ezért ilyen veszélyesek amúgy, mert itt... Jó, hogy még meg is fertőzött. Ó, ez meg még jobb, de szerintem van otthon. Azért nem nyomtam el egy bandást, mert láttam, hogy hát van, tehát lassan csökkent az életem. Hát azért ezek milyen... Ja, és még a lábamat is elharapta. Nagyon jó. Ó, de kis cuki. Jó, tehát azért legalább megtapasztaltuk ezt, hogy milyen az... Fa mögül jött elő a kis piszok. Kis
Nem. Az a baj, hogyha az ember így, tehát már áldozat, mert hogy teljesen más az, amikor én látom őt meg először, és akkor rákészülök egy farkasölésre, mint az előbb, de az meg megint más, amikor ő ugrik én rám, mondjuk egy fa mögül, és azt se tudom, hogy hol van pontosan, vagy tehát az ember nem tud már akkor, nem tudja a harcot felvenni, akkor nyúlcipőt kell húzni, és akkor eljössz, mert egyébként ledíbolnak ott. Ja, akkor nem is futok, mert ezek szerint igen, elharapta a lábamat, úgyhogy kicsit, hát van egy 9 perces gyógyulásom. Akkor megyünk ilyen lassan, tatásan, nem tekerem gyorsan a biciklit, mert hát ugye, sose gyógyul meg olyankor. Jó, itt veszünk ki vizet is, hazaértünk. Igen, ez nagy kis izéke volt a farkaskoma. Ezeket, igen, majd ezeket beszéltük, hogy ezeket még majd át kéne oda költöztetni, ezeket a vizeket, de végül is ráér. Miket is kaptunk? Hát mondjuk ez az aranyat el lehet adni, abból nem lehet semmit csinálni, egy kis lőszer, hát akkor addig besétálunk, hát gyógyulós üzemmódba vagyunk. Akkor viszont, ha már úgyis lett egy pontunk, akkor itt van a legjobb pillanat arra, hogy mondjuk tegyünk el erre a healing faktorra. Ez már mondjuk annyit jelentene nekem, hogy hát egy életet fog 35 másodpercenként, hát de az már egy természetes gyógyulást jelent, mert így valójában, és a kritikus, igen, a sebek gyógyulás és 20%-kal gyorsabb, szóval így már elkezdünk majd önhílelődni, tehát hogy most nagyon lassan még, de hát ugye ezt fel tudjuk úgy vinni, hogy egy élet az 5 másodpercenként, tehát hogyha ezt az ember érdemes kihúzni, és akkor onnantól kezdve saját maga is meg tud az ember gyógyulni, azért ez egy túlélő játék. Tényleg lassan megyek most már, hogy ez a törés elmúljon. Van úgy, hogy, vagy hát ez ilyen ficam inkább, vagy én nem is tudom, de hogyha van olyan törés, ami mondjuk sokkal-sokkal több idő, és azt mondjuk, azt muszáj, hogy kezeljük valahogy. Ezt eladom neked, jó? Lett egy kis pénzünk. Nézzük, milyen könyvei vannak. Van neki majd utána, még ugye 5%-ig be tudok venni egy kis mézet. Azt hiszem, van otthon mézünk. 5%-ig az jó, hogyha már azon túl megyünk, hogy akkor, de még árulnak is mézet amúgy. Jó, és akkor megnézzük már, milyen könyvei vannak, hogy kell nekem, ezek megvannak. Az is lehet, hogy én adtam el, ja, valószínűleg durmákomat 4-es. Hogy ugrasz? Ja, igen, ez a csendes ugrás lehet. Igen, ez már múltkor is itt volt ez a könyv, csak 1500, mondjuk annyi pénz nincs is nálam. Home cooking, ezt lehet, hogy ilyet érdemes lenne venni, ez növekedne, hát mondjuk 300. Én mondjuk szerveren, amikor játszottunk, ezeket is mind megvettem. Én lehet megveszem, mert most ingyen van, ingyen jött a pénz, könnyen jött pénz, könnyen megy el, úgyhogy én szerintem ezt meg is veszem. Már ki is zavar innen, hogy tűnjek a üzletéből. És akkor megnézzük a kaját. Ja, még 2 könyv kell csak, és akkor egy vega pörit tudok csinálni. Viszont ahhoz, hogy én vega pöriket csináljak, meg egyáltalán itt lesz majd a következő a rendes pöri is, csak az nagyon jó lesz, csak ahhoz nekem viszont mindenféleképpen el kellene kezdjek, halljátok, megnézem ezeket. Ezekre kellene rátegyek pontokat, ja, és ez egy jó pár pont még, mert hogyha ezt ki akarom húzni, az Fortitude level 5, tehát ott nekem el kéne érjek, oda rá kéne tegyek 4-et, mert ugye most egyesen áll, tehát akkor itt rá kéne tegyek még 1, 2, 3, 4-et, és még utána még 3-at, tehát az 7 pontot ide kéne tegyek, hogy a farmelkodás beinduljon, de muszáj lesz amúgy, mert anélkül itt nem nagyon lesz főzés, tehát ezt nem lehet könyvekből kitanulni, ezt muszáj lesz erre rátenni, úgyhogy jó, tehát ezt mindenféleképpen rá fogunk majd gyúrni erre, és onnantól kezdve elkezdünk majd kertet is üzemeltetni. Hát lassan megyünk, még 2 percünk van ebből a lassú menetből. De addig megjavítom ezt is.
Te figyelj már, haver, láttad? Az előbb találkoztam egy farkassal, láttad? Láttam, elfelejtem, már futnék, elfelejtem, de nem tudok futni. Basszus, na jó van. Biciklivel le lehet amúgy a kutyákat, medvéket, falkasokat, tehát le lehet biciklizni őket, meg minden, csak hordakor nem érdemes biciklizni, hordakor megesznek a madarak, szóval hordakor nem érdemes biciklizni, hogy azt hinni az ember, hogy motorozni sem, meg semmi, mert azok olyan, jaj, jó, ezen majd tényleg csinálunk itt valamit, mert óvatosan akartam ugrani, de hát óvatosan nem, olyan nincs, hogy óvatos ugrás, tehát itt most vagy ugrunk, vagy nem ugrunk. Ez csórikám, na mindegy. Jól van. Kipakolunk, várjunk, mi van nálam? Lőszerek vannak, azt hol tartom? Meg kell szokjam még, hogy mit hol tartok, mit hova tettem. Jó, ezeket, ezek megy ide a kraftosba a bőr. Oké, hát a lőszeresben még bemegy ez is. Hunting knife, ez 13-at. Ó, és... Oké, okay. Hát ezt akkor, ezt szerintem most van az, hogy ezt ettől megszabadulunk. Nagyon szépen köszönjük. Ezt amúgy, ha még leszkreppelem, akkor még kapok belőle a 3 darab csontot végig, és abból megfőzünk majd. Most már tudunk csinálni, lehet, hogy rá is indítunk majd, ja, tudunk csinálni ragasztót, úgyhogy ezt pedig, ebben meg akkor bele is teszem ezt a pengét, jó, és akkor... Jó, hurrá, na ezeket még kipakoljuk, az ennivalókat. Milyen, ja, hogy ugrott, már két, az előbb 2 perc volt, most eltelt azóta 2 perc, és most van majdnem 3 perc még hátra. Nagyon jó. Ételalapanyag. Hát ételalapanyag, szerintem ez is ide belejön. A vizek. Vizeket kivettem. Oké, ja, és akkor megesszük, nem ezt. Nincsen mézem? Azt hittem, hogy, ja várja, nem itt van a méz, nem, összekevertem, haj, a frász jött rám, nem, hát az, van egy ejüsládám, oké. Okay. Van egy ejüsládám, abban van a méz. Hát azt meg kell, magamnak is meg kell szokjam, hogy mi hol van. Azt hiszem, hogy a pénzt aztán ide tettem, ezt majd nem tudom, majd lehet csinálunk egy széfet, vagy valamit, hogy ott tartjuk. Bár nincs kitől, nem jön ide senki. Mi van még itt nekem? Egy vegyi. Ja, ide jön ez. Mondjuk ezeket lehetne, éppenséggel rá is küldhetném, hogy csináljunk ragasztót. Mondjuk az nem baj, mert most már van rengeteg sok vizem. Van rengeteg sok vizem, és azt jelenti, hogy... Vagy mondjuk egy 20, 30 ragasztót, megnézünk, kiraktam a fát? Nem, itt van nálam. Megnézzük ezt a, és itt vannak a kis vizeim, annak már nagyon örülök. Dobunk be egy kis fát. És elvileg, igen, ebből nem tudunk, ebből, ugye ez majd, amikor kémiai padunk lesz, majd akkor tudunk ilyet csinálni, de ebből akkor tudok csinálni 30-at. Csont az nem egy nagy kincs, hát láthatod, hogy alig vett le belőle csontot, tehát az van még bőven. Ó, már 1 perc alatt vagyunk a láb harapással. Vegyi. Igen, meg kelleni fog sajnos, ebből kelleni fog nekünk csinálni javító eszközöket, és azt kell majd, hogy menjünk csak ide jövünk a kraftosra. Ruhaanyag vadászaton vagyok, ja itt van 149, meg van még 5 darab itt. Ja, itt még van egyébként, van ragasztóm is, ennek nagyon örülök, mert akkor így, szóval ilyen ripper kiteket kell majd gyártsak, mert most, hogyha elkezdek majd bányászkodni, ez lesz majd a következő, hogy elkezdek bányászkodni. Oké, akkor itt le is dobom ezeket, és nekem meg elvileg itt közben én gyártottam. Sőt, hát igazából valamennyi, hát ez nem sok ez a... Szégyen szemre bele se teszem, na vagyunk, ez kohó, de itt is van még 6 darab. Akkor lehet, hogy így. Hát jó.
Megvárjuk majd, mennyi lesz. Ja, ennyi. Akkor csinálok ennyit, és akkor ezek, a többi ez visszajön egyenlőre. Akkor nem költök el mindent, ami nálam van, akkor legyen így. A víz az átlátszó, az olyan, hogy... Jó, de most már látszik. Elkezdett jönni a repair kit is. Oké. Hát itt meg nem baj, hogyha... 6 perc, ezt elfejtettem rátenni még. 6.34, azt szerintem ez így elég lesz. Jó, én szerintem így kirakom a fát is, ezek nem kellnek, ezek a repair kitek itt szépen készülnek a zsebembe. Jól van, viszont meg kéne nézni tényleg, hogy hol is van. Itt van egy vasbánya, azt is lehet meg, akkor vissza az egészet, a fát mégiscsak visszaveszem. Kellene csinálni, csak most azon gondolkozom, hogy hogy is legyen ez, mert hát én most hát talán hát egy egyeset tudnék csinálni, de lehet, hogy az egyes is jobb, mint a semmilyen. Aztán majd csinálunk még, csak ebből kell 20 forged iron. Maradt még annyi vajon? Pont annyi van. Pont annyi van, a jó Isten velünk van. Akkor még kell egy kis bőr. A... Mi van még? Duct tape. Az... az pont nincs, de... Azt pont most csinálunk, úgyhogy csak akkor kell belőle nekem ezeket ki is lopikálom innen, mert ugyanis elhasználtam. Akkor csinálunk egy kis ragasztószalagot, oké, és akkor mindjárt meg is leszünk. Akkor megnézzük pontosan, hogy meg visszajövünk a kezdetekhez. Azt mondjuk, hogy 2 darab bőr kell, akkor most már úgy számoljuk. Akkor 2 darab bőr kell, a többi az kijön, visszajön ide. Az 20 kell, jó. Mondjuk nagyon rossz lesz így bányászkodni, szóval majd nem tudom, mert nincs lámpám, vagy a csákányba áttesz. Sőt, azt meg tudom csinálni, hogy az ásóból átteszem a csákányba. Hát esetleg úgy lehet, de muszáj, hogy legyen vas, mert azok meg most már kelleni fognak majd. Hát ja. Úgyhogy szerintem úgy, hogy ezt muszáj lesz. Ezt lehet leállítom már, hogy legyen már egy kis... Ja, jól van. Oké, jönnek. Jó, ezt meg is csináltam. És akkor a többiből pedig csinálunk még. Csinálom még repair kitet a maradékból, mert csak leállítottam, hogy ne menjen annyi. Oké. Jó, hát van nálam ez az amaz. Ugye a fa az azért kell, mert hogy... muszáj ott létrákat csinálni belül, meg ilyen alátámasztásokat. Ez 2 perc 54. Jó, de közben már egészséges lettem, és hílelődik vissza az emberke. Hurrá! Nagyon jó. Lehet csinálni kéne még, az is lehet, hogy fáklyát. Azt mondjuk lehet, hogy vagy elviszem magammal, mert akkor minek legyen itthon világosság, amikor nekem kéne a bányába. Vagy pedig, hát igen, mert gyártani nem tudok, vagyunk. Csak megnézzük a parts, mód, több esetleg van-e, nincs több fajta, úgyhogy ez van. Ezeket mondjuk lehet, hogy bele tudom, hogy állunk, ebbe van, nincs. Jó, de azokat átteszem szerintem. Ezt majd átteszem szerintem, ami ebbe van, modokat, ezt ki is veszem. Ugye ez vasból fog nekem 15%-kal többet venni. Hát ez fából, ezt nem teszem át, mert a csákányra nem fog fát ütni. Jó, akkor az benne marad ebbe, viszont ezeket meg majd megpróbálom beletenni. Hát jó, ide kéne majd valamit kitalálni, hogy ne essek le, de ezt majd valamit megpróbálunk ide kitalálni. Lehet csinálunk ide egy hatchet, vagy ügyesen ugrunk. Hát ez a két lehetőség van. De általában hatchet szoktunk ide tenni, ilyen kis csapóajtót, és akkor utána már nincs vele gond. Megkeressük, hogy hol is van a bányánk, mert ők is addig el tudok odáig menni. Az már ott szerintem az előttünk, az biztos is.
Mármint, hogy nincs még bánya, csak... Jaj, találtam egy rakat vasat. Találtam egy rahedli vasat. Itt szerintem nagyon sok vas lehet a föld alatt. Még 43 másodperc. Ebből én szerintem... Szerintem én ebből ezt ki is veszem. Ja. És akkor ezt is belet... Majd meglátjuk, mennyi hely van ebbe a vacakba, de hát mondjuk egyes. Lehet, vele se fogom tudni tenni. Hát az egyébként lehet. Most, hogy így mondom saját magamnak, szerintem az bele se fogom tudni tenni. Úgyhogy szerintem vissza az egész. Tehát az csak egy egyes vacak. Hát biztos. A maximum ezt a kettőt fogom tudni beletenni, többet nem. Jó, hát itt majd, most az is egy jó kérdés, hogy én itt milyen bányát csináljak. Egy külszíni. Mert hogy ez egy elég nagy terület. Ez egy elég nagy területű. Ja, készen van, hello. Gyere apához, várjál, pont két hely van benne. Jó, vele is tettük. Gyere ide. Csak hát így mennyivel se... Vagy akkor tényleg az van, hogy... Vinnem kell mindig magammal egy fákját, és akkor lerakom. Az előbb is néztem, hogy mintha lenne ott valaki az autó mögött. De szerintem ott is volt ez. Hát legszívesebben én jobban szeretek lemenni a föld alá, de bár megint egy olyan helyzet, hogy egyedül vagyok itt, szóval egyáltalán nincs senki, akitől nekem védenem kéne a dolgaimat. Tehát akár lehetne egy külszíni bányászatot is csinálni. Mondjuk én jobban szeretek normális bányát csinálni, lemenni a föld alá. Azt nézem, hogy jön a... Már 1000 vasunk van. Azt meg időnként szerintem haza kell majd menni, hogy berakjuk a kohóba. Ide hozok majd, én szerintem hozok is majd ide fákját, egy-kettőt, aztán legalább valamennyire legyen már világos. Hát igen, mert amíg én itt bányászkodok minden addig, biztos, hogy ugye lootolással lehetne szerezni, vagy küldizgetéssel, vagy ilyenek, hogy nekem legyen mondjuk fejlámpám, pedig az mindenféleképpen kell, csak később már olyan sok lesz az embernek, hogy már eladom a trédelni, de mondjuk egy darab nem ártana azért, hogyha lenne. Hoppá. Ugye hármason van a bányászkodás, tehát azért így már sokkal jobban adja, hát már 4600, tehát van már elég sok. Itt most először csinálok pár lukat, csak nem látok, hogy van-e még. Ja, itt van még. Jó, azt gondolom, mintha lett volna még. Ó, itt vannak a kis... Ezeket nem ezzel a csákánnyal kéne kiszedjem, de mindegy. Igen, itt is van még egy. Meg a háttérben egy nyuszi az úton. Van is egy ilyen dal, hogy... De az macskáról szól, hogy macska az úton, már túl van a dolga. Nélküle száll az idő. A KFT-t, aki szerette valamikor egyszer. Hát azért a staminát azt azért még majd
Azért majd elmegyünk a stamina boltba, aztán veszünk, mert az még hiányzik, szóval mindenképpen kellene. Hát csináltam pár lukat, ezeket majd elképzelhető, hogy mégis úgy csinálom, csinálok egy ilyen fedettet, csak no, nekem csak egyetlen egy bajom van ezzel az egésszel, az, hogy mindegy, ásó, na mindegy, ezt is kiveszem ide. Gondoltam, hogy szedjem ki, de hát ütöm én ököllel, mert egyszerűbb így. Csak tényleg ez a pár darab virágot hadd üssem már ki, meg ezt a gyapotot. Ha már itt összefutottunk, hát az előbb néztük, hogy ezért kell a vízhez. Meg hát ebből ugye ebből lehet teát csinálni, lehet festéket. Semmi ereje nincs. Tehát ez akkora erőkifejtés csórinak, nagyobb erőkifejtés így felszedni ezeket, mint hogyha csákányal ütötte a földet. Annyira nincs ereje a szegénynek. Jézus. Na. Na jó, jártányi ereje nincs, hazabiciklizünk. Csinálok szerintem fákját, vagy kettőt, ott lerakom, és akkor már látni fogunk valamit, mert ez így, ott meg egy őzike, ott sétál, hát megnézzük, hogy őrzik-e. Hol vagy? Ott meg egy csirke, az anyád minden. Ide jött hozzám, itt majdnem ráléptem. Hát ott van, nagyon rosszul látszik, de ott van. Hát mondom, nagyon rosszul látszik. Kipróbálom rajta az új vadászkésemet. Igen. Ennyi idő alatt sikerülne szétszedni egy disznóvágáskor egy disznót, az milyen jó lenne. Sírke nincs majd. Éjszaka jönnek ezek a kis őzikék, mindenütt ott vannak. Hát régen, még régen, hát nem régen, még az Alfa 20-ba ott mondjuk medvék, meg farkasok jöttek éjszaka, szóval hozzá vagyunk szokva a medvékhez, meg a farkasokhoz, csak hát ahogy visszagondolva, nem is így, ha teszünk be többet, akkor már most olvasgatnunk kell többet. Csak hát ugye az előbb is, ahogy én jártam, hogy tehát az úgy már nem jó viszont, amikor előugrik a fa mögül, és én kiszedem a fészket, figyelek egy zombira, hogy ott van, ez még így oldalról, mint a raptorok, érted? Tehát na jó, nézzük ezt, akkor kéne csináljunk, elvileg. Akkor ebből csinálunk kettőt, nem is tudok többet csinálni, mert kell egy kis zsír hozzá, de azt meg el is használtam. Hát a növények, mondjuk néha van, hogy olyan is kell, de jó, ezeket nem viszek ilyen sokat magammal ezekből, nem kell, hogy nálam legyen, ezt csak legyártottam. Mindig itt vannak a sok csontok. Az a baj, hogy kéne egy fújtató, az nem tudom, hogy hol. Lehet, hogy van a tradernél, és akkor tudok venni. Nem tudom. Minden esetre, hát ezt ide kirakom, mert majd feltöltjük. Viszont hát minden esetre mindenféleképpen kelleni fog majd, mert akkor sokkal gyorsabban beolvasztja a dolgokat. Jó, hát ezt lehet, hogy kitűzzük ott. Kitűzzük, mint a véres rongyot. Na, hopp, megint leestünk. Be kell jelölni ezt, már nem tudom, hogy merre induljak ebbe a sötétbe, arra kell. Szóval én mindenképpen jobban szeretnék valami föld alatti bányát csinálni, mert az a normális, csak hát egyetlen egy baj van, hogyha viszont sötét van, akkor nem lehet. Hát olyan sötét van, hogy lukakat nem lát. Itt megyek a lukak mellett, és fú, mennyire nem látszódnak. Na jól van, rakjuk ki ezeket. Rakok egyet ide. Ó, ez már valami.
Ez már valami. Nem sok, de már valami. Az a kérdés, hogy hol csináljunk egy nyílást, mert ezt itt akkor én lefedem, mondjuk ezeket. Tegyük fel, ezt én lefedem, ezt a nyíl. Egy nyílást. Mondjuk én itt fogok majd lemenni. Akkor ezt is lefedem. Van még valahol, basszus, még annyit se látok, hogyha itt világít nekem. Azt beszéltük, hogy itt fogok lemenni, de akkor hol van még? Nem ennyi luk volt. Ja, itt is van egy luk. Jesszus! Jesszus, ez a sötétség. Na, ezeket is lefedjük itt. Akkor itt lesz a lejáró. Más nincs, máshol nincs luk? Jó, szerintem nincs. Akkor itt lesz a lejáró. Oké, ezt azért fedem így le, mert akkor itt most megcsinálunk egy lejárót ebből. Mondjuk merre fele csináljam, mondjuk legyen így. Csináltunk egy lukat. Hát ezt valahogy be is fedjük, vagy hát meg felupgrade-eljük már, hogy azért meg legyen rendesen csinálva ez lejárat. Jó, csinálunk létrákat. Azt úgy van itt nekem már a kedvencekben, nem tudom mi van, de bele fogom. Ilyet akarok csinálni, egy wooden hatchet mindenképpen. És akkor viszont a létrákat is, ezt is berakom a kedvencekbe. Mert akkor ezt úgyis kelleni fog ez sokszor, és akkor nem kell majd keresgélni. Ugye már most már itt vannak a kedvencekbe ezek, és akkor így már könnyebben fogom tudni csinálni. Jó, itt csinálunk egy lejárót. Wooden hatch jeligére. Nézzük, hogy merre fele fogok kijönni innen, mondjuk tegyük fel így. Jó. Hát itt továbbra sincs túlságosan jó hírem, mert itt ezek az első, ja mondjuk, de majdnem jó hírem van, mert ez itt fénylik. Várjunk, ezt elrébb hozom valahogy, hogy valahogy oda teszem a lejárathoz, és akkor mondjuk, ha ide teszem, hova ide? Mondjuk ide. Na, de nem tudom. Miért nem teszi le? Jó. Így, hát ha ad annyi fényt. Hát nem ad. Nem, nincs túl nagy sikerélményünk. Mert ha már lent leszünk, majd lent lerakom. Csak egyszerűen, fú, semmit nem látunk. Továbbra se fogok látni semmit. Itt az elején ez elég zűrös lesz. Magunkra csukjuk. Hoppá. Hát majd mindjárt lehozom ide a fákját, és akkor már jó lesz. Ugye ebbe a lásóba van fény, csak a csákányomban nincsen. Rengeteg sok vas van, tehát bármerre néztünk, itt mindenütt vasak vannak. Valahol majd ide le kéne ezt tegyem. Csak még nem nagyon van hova. Ugye mindig úgy néz ki, hogy van egy föld réteg legfelül, és utána jön a többi. De itt aztán ugye ilyen homok ágyak közé vannak ezek az ércek beletéve, és hát amilyen a föld felszínen van, általában olyan van alul is, de persze ez változhat, mert lehet, hogy vasbányának gondolunk valamit, elkezdjük a sok vasat, és akkor a végén átalakul nitráttá, meg vagy akármi mássá, szénné, meg minden, szóval arra sincs garancia amúgy, de itt most nagyon sok kő volt, szóval én remélem, hogy ez vagy nagyon sok vas volt fent, és én remélem, hogy itt tényleg sok lesz, és akkor ide, ez egy jó kis vasbánya lesz, remélem. Hát az is lehet, hogy a végén
Az összes lejáratot megcsinálom ilyenné. Na ez a baj, amikor ilyen van. Szóval lehet azt csináljuk, hogy le is hozok ide akkor egyet. Akkor nem ezt hozom le, mert levisszük ezt. Na, az legalább jelzi nekem, hol a lejárat, de akkor viszont lehozom ezt. Lehozzuk ide, mondjuk itt kő van, akkor tegyük fel. Jó, letesszük ide. Hát, na jó, mindegy. Oké, oda tettük most. Majd szélesítjük, és akkor majd utána jobban látszik. A vasért jöttünk főleg. Nagyon sokat most egyszerűen ebből se, egy nagyon picit még mindegy, kialakítottuk ezt a vasbányát, de nagyon sokat nem akarok most bányászni sem, mert nincs munkapadom, szóval most nekünk majd, én szerintem a következő nap, hogy elkezdődik, csak be kell menjünk a városba, mert hogy mindenféleképpen egy munkapad kell, tehát munkapad nélkül meg nem fog tudni gyártani dolgokat, tehát hiába lesz nekem vas meg minden, de munkapadot az pedig még az a baj, hogy mert nem kell, én szerintem olyan sok hozzá, hogy állunk, igen, mert itt vagyunk, hogy 7/10, tehát 3 darab nyavajás kis könyv kéne valahonnan, és akkor meg lenne a workbenchünk. Úgyhogy azért a 3 könyvére el kéne menni, de ettől függetlenül örülök, hogy ez a bánya is most már így ki van alakítva. Meg van valamennyi vasam, mindenféleképpen muszáj ennek a, emiatt a diperkitek miatt, meg sok minden miatt muszáj, hogy legyen, meg hát van itt ez a kis csóró egyes sárkányom. Azt is megnézhetnénk például, az hogy fog nekem, az mikor fog? Itt van Harvesting Tools, ja igen, itt van. Hát abból is egy könyv kell csak a Harvestingből, és megvan a 2-es sárkányom. És onnantól elég gyorsan fog növekedni majd, hogy hanyas csákány van nálam. Tehát, úgyhogy nem sok hiányzik, csak már nem bírtam kényszer, és akkor csináltam egy 1-es csákányt magamnak, de én szerintem el kéne menni még kalandozni majd a városba most. Aztán ez a bánya meg itt marad, és akkor majd szerzünk még. Hát van otthon én szerintem most van annyi. Ez mi? Ez csak sima kő. Mert van annyi vas most én szerintem, amennyi most bőven elég nekünk. Itt egy nagyon picit alá teszem, mert leszakad ez a létre, és hogyha ezt így hagyom, de egy nagyon picit itt még lejjebb hozom ezt, és akkor megcsináljuk, hogy ne szakadjon le. Jó. Mondjuk így. Mert van itt nálam még 2 létre, ezt is valahogy be akarom ide nyomni rá, hogy oké, ennyit, erről a bányáról egyenlőre ennyit, és akkor majd ezt folytatjuk még, ezt a bányászkodást, de szóval nem felejtjük el a dolgot, csak most per pillanat én szerintem, tehát van annyi vasunk otthon, amivel egyszerűen most per pillanat amúgy sem tudunk mit csinálni, úgyhogy egyenlőre szerintem ez így marad, és hát elmegyünk csavarogni majd a városban, muszáj, hogy valahonnan, még viszek magammal a pénzt is, megnézzük a trédert is, mert az is lehet, hogy ő fog nekem tudni adni, eladni olyan könyvet, ilyen harvestingeset is, vagy a munkapadosat is esetleg fog nekem eladni, és akkor valahogy összehúzzuk ezt a munkapad dolgot, mert ez kelleni fog mindenféleképpen, úgyhogy építős, kohó. Nagyon lassan olvasztja így be, az a baj, hogy ugye nincs benne fújtató, de akkor azt is megnézzük majd, hogy hát ha van eladó fújtatója, úgyhogy én most ide berakom az eszközösbe, mert ezeket akkor én nem viszem magammal, mindent ne vigyek magammal, nem viszek magammal fát se. Hát valójában ez se nagyon kell, hogy én vigyem magammal. Szerintem ez se kell. Valahogy ide külön teszem, mert tehát tényleg nem kell, hogy vigyem enni, innivalót viszek, ja meg akkor azt beszéltük, hogy a pénzt is elviszem magammal, és akkor... És énekelhetném, hogy elviszem magammal az emlékeimet, olyanom nincsen, de viszont megyek a traderhez, ezeket is eladom. Többi dolog egyenlőre marad. A bicikli kormány az ugyebár... Hát más dologra is jó, nem csak a biciklihez, úgyhogy azt azért nem adom el, nem
nem hagyom. Mennyi van még? Ez még egy órán keresztül égni fog. Ezek is. Esélyem nincs, hogy beolvadnak annyi idő alatt. Jó, itt lett egy rahedli ragasztóm. Hát jól van. Hát jól van, ragasztócskák. 5 óra van a játékban. Én szerintem akkor el is indulok itt. És 13. nap kezdődött. Hát igen, viszont a következő nap, már 14. nap, viszont hát már az majd mindenféleképpen abba az irányba kell majd haladjunk gondolatilag, hogy azért horda-horda. Hanyas szintű is vagyok, azért azt nézzük már meg, 22-es. Hát 22-nél még nem számítok rendőre, viszont addig, amikor... Hát vegyem ki, na jó, kiveszem ezeket a üvegeket, mert ne az legyen. Berakom ide, nem akarom már vinni magammal, de majd nem, reméljük, hogy nem felejtjük el, és nem ütöm szét. Na jó, elviszem magammal. Mi van akkor, ha? Ezeket itt lőjem le, egy kis XP-ért. Mégis egy kis XP-ért lelőhetem. Itt vannak fent. Ez már amikor így beindulnak, akkor már úgy bólogatnak, hogy... Na gyere akkor le az útra! Hát egy kis XP-ért az ember megteszi, amit meg kell. Mindjárt nyitott Raider, de ettől függetlenül én szerintem bebiciklizünk már egy kicsit, megpróbálunk olyat, nem tudom, olyan helyet nézni. Honnan jött a hang? Fa mögül, biztos. Ott van, ott jön. Olyan helyre megpróbálunk nézni, ami esélyes esetleg, hogy ad nekem olyasmit. Nem jártam ám, hát viszonylag keveset jártam itt a városba, de muszáj valahogy kicsit így szétnézni. Majd, hát a trader nem volt még nyitva, úgyhogy majd arra is megyünk. Autó, nézzük meg. Ez úgy néz ki, mint egy... Én itt jártam, várjátok, mert én ebbe a házba egyszer már lootoltam, és újra lehet lootolni. Igen, mert megnéztem amúgy, hogy... Igen, még az első napokban, hát emlékszem, itt ketten jöttek ki ezen az ajtón. Ó, még emlékszem is rá. Igen, megnéztem, hogy az alapérték... Hát én nem tudom mennyi, de minden esetre... Vagy ott lehet az is szerintem. Minden esetre 7 nap a loot respawn time, és... Amivel nem különösebben foglalkoznék, de igen, tehát emiatt van, hogy már viszont dolgokat újra lehet, újra van 10 papírom, amivel ugye nem tudok mit kezdeni, mert nem hiszem, hogy én valaha sok időszert fogok gyártani, de van. Hát pont sot is könyvet ad, pont most mondom, hogy nem akarok sot is. Köszi, a hármas kőásónál már van jobb. Egy pisztoly, és van pisztoly quality 4-et tudnék csinálni. Hát igen, mindaddig. Hát igen. Az nagyon jó is lenne, mert egyes pisztollyal élek én itt, csak hát kéne hozzá egy munkapad. Hát ezen vagyunk, mert nincs munkapadunk. Ez milyen hely itt nekem balra? Az valamilyen szeméttelep, az nem érdekel, mert valami olyan hely kéne, ahol esélyes, hogy esetleg találok.
Ez itt egy WC, vagy nem tudom. Akkor csak bejöttünk a főutcára, nincs mese, tehát minden út Rómába vezet meg a főutcára. Hát viszont akkor már valószínűleg ezt is újra lehet, ja, ezt is újra lehet útolni. Most már itt ötös, mondjuk ne haragudj. Ne haragudj, ötös ásóm is van. Ez viszont nem tudom itt micsoda. Oda lehet, hogy meg kéne nézni ezt. Mert ez olyan, mint egy raktár. Itt még, ja, itt még esetleg találok olyan könyvet, ami nekem kell. Nézzük, hogy be van-e töltve minden. Az egy halott, vagy nem? Vagy ez... Nem, az halott. Ezek a tetőről fognak leesni, már most látom előre, hát ott Lukas a tető. Mégis ezeket a műanyagokat én éppen vihetném is, mert ez azért van itt, hogy... Azért van itt, hogy elvigyem. Ó, nem már. Miért kell így besötétíteni? Aha, hát ezek nem hallottak meg, ez így van bele, a scriptbe így van beleírva, hogy ezeknek ide kell, hogy jöjjenek. Na, ó, mit csináltok? Ez milyen mozgás? Milyen jazzes mozgás ez, gyerekek? Jó van, beszéljük meg itt az utcán, mert ez nekem túl izé. Az gyönyörű volt. Azt hittem, hogy csak szerveren csinál ilyeneket, a lagokat, meg minden, hogy ilyeneket, de nem, ez single playerbe, tehát ez nagyon kemény, hogy miket csinálnak. Hát jó. Tool Digest. Iron Tools Quality. Ez már most akkor szerintem... Igen, ketteset, igen, az meg is van. És mennyi kell még mondjuk, hogy jobbat csináljak? Megnézzük, 14, 18, hát akkor még 4 kell ahhoz, hogy 3-asat. Ó, nem, már csak annyira rühellem, hát... Nem tudom, mi megy át YouTube-ra, de hogy én is alig látok, hát itt ez így nem jó. Vakon megyek be a házba, hát annak mi értelme van? Na jó, kell egy fejlámpa, nincs mi. Ez az időjárás ilyen mocsokám egyébként, attól ilyen minden. Szóval marad ugye a szabadtéri szórakozás, rendőrségen voltam a múltkor, itt is voltam. Videós volt, hát oda is egyébként bemehetnék, csak ugyanaz lesz, pont ugyanaz lesz, hogy olyan sötét lesz bent, megnézhetjük amúgy, csak ez tier 3-as, de az a baj, hogy iszonyat sötét lesz, már előre tudom. Hát ez az, hát ez a baj, hogy... Hát borzasztó, és akkor menjen az ember szerezni könyveket, de hogy? Úgy vannak kutyák az udvaron, erre emlékszem. Ott jó loot van amúgy a másik végén. Más oldalon van jó loot. Aha, viszont... hát végül is lehet, hogy olyan szempontból egy ilyen hely az jó, hogy kint vagyunk a szabadban. Igaz, hogy jönnek kutyák, de viszont szabadban vagyunk. Ó, kisütött a nap. Akkor vissza az egész. Kisütött a napunk végre. De attól függetlenül oda érdemes lenne bemenni, mert ott vannak jó dolgok, csak valahogy úgy kéne bemenjünk oda, hogy azért ne egyenek meg közben. Azt valahogy óvatosan megyünk be. Mert azokból az épületekből kifogunk... Viszem már a biciklimet, mert nem akarom már
Állandóan visszajárkálni érte, azért szoktam elrakni, hogy legyen már nálam. Hoppa. Ah, itt van egy, itt van Manci. Manci 1. Ott megjön egy egész izé, azok én hozzám jönnek. Tudják, hogy balhézok itt a városban, és jönnek. Ó, már mennyien vagytok? Üss meg! Üss meg, még úgyse gyógyultam meg. Vagy igen? De már meggyógyultam. De már meggyógyultam, csak... Csak nézem, hogy csak jönnek. Ja, itt már nincs több. A nyilvesszőjémet akartam volna, de... Jó. Ez mit adott nekem? Ja, adott nekem egy Pisztoly Pete könyvet. Ez még gyorsabban tudok lőni, amikor 9 mm-esre, de az jó, és ez viszont egy, hát ez a cső, ilyen viszont már volt, ezt eladjuk majd a tradernél. Hát egy nyilvesszőt, én ezt nem fogom hurcolászni, de lehet, hogy mégis fogom, mert nincs nálam fa, kő van, fa nincs, de mindegy, nem érdekes. Mennyi helyem van? Nem olyan sok, de jó. Ez itt egy valaki. Hát te is még lemaradtál, igaz? Na most jönnek, ezek megtaláltak a kutyák. Hát az van, komám, hogy rossz irányba jöttél, mert hogy... Semmi gond, csak ezt elcsesztétek, gyerekek, mert van egy köztünk egy kerítés. Pontosan ezért szeretem egyébként a csirke. Állj meg, kislány, és mondom a választ. Nem találtalak el? Ó, ez az. Azért szeretem pontosan a börtönt is, amúgy a kedvenc helyemet rosszatunk járni, így kikapcsolódásképpen így. Úgy kedvünk van egy kicsit szórakozni. Ez a kutya ki tud itt jönni, hogyha arról van szó? Még az is lehet. Aha, lehet. Zárva. Hát valahogy pedig itt bemegyünk, csak nem tudok még akkor átugrani. És hát pont az is jutott eszembe ez a dolog, mert hogy itt is van egy kerítés köztünk. Hát a legkönnyebb pálya az a börtönös, mert tényleg, hát ott is tele vagyunk kerítés, sőt nem ilyen magas kerítés, ott sokkal magasabb kerítés van, meg ott a börtönrészleg is tel is tele van kerítésekkel. Ja, még onnan jössz kifele, jól van. Jó, hát gyerekek, nem tudom, hogy ki jön, ki marad, de akkor én is így jövök. Akkor így, ésszel, okosan, 200 IQ, nem hagyjuk, hogy megzavarjanak minket. Hát nem tudom, ki jön még, meg honnan, de most már megvárjuk. Nincs egy főzőskönyv nálatok, az most még nagyon kéne. Pont most mondtam, csak ki kell pakoljak valószínűleg a biciklibe, vagy valamit kell csinálnom, mert nem fognak elférni a dolgok. Főzőskönyv, az még mindig kéne. Srácok. Azt nem tudom, hogy elviszem el. És még egy főzőskönyv.
És megvan a Vegatyú, Stew, Vegapöri. Valamit amúgy tényleg kell valami kipakolást csinálni, mert ez így nem lesz jó. Ennek így nem lesz jó vége, ezt már előre mondom. Ez amikor ilyen sok minden van nálam, nem lesz jó vége. Csont. Jó, szerintem itt ki is rakom. És miután itt végeztünk, én szerintem innen meg megyünk is majd vissza, mert hát ha még olyan könyveket teszek már ki, amit valószínűleg hogy nem fogok többet kapni, konzerv, ami meg stekkelhető, az meg itt marad. Én csak valószínűsítem, hogy olyanokat nem fogok. A pénzt is kirakom, mert úgyis majd ezek visszajönnek. Fát nem viszem magammal, és akkor csak az emlékeim. Jó, ide visszamegyünk még, csak hát muszáj valahogy, nem fogadjunk, hogy abba a házba ez kell nekem. Forzs! Forzsos könyv! Meg mit beszéltünk, hogy hány darab kell még? Mit beszéltünk? Már csak kettő kell. Ó, megérte bejönni ide. Forzsos könyvecske. Hát ezeket... Na jó, oké, most még berakom a fát is, de... Viszünk műanyagot. Azért, ha már itt vagyunk, ne hagyjuk ki. Itt van bent valaki? Én csak valószínűsítem. Nincs. Igen vagy nem? Nincs. Akkor lootoljunk, ha már így adódott, hogy kettesben maradtunk a loottal. Ó, ez viszont, várjatok már, ez viszont sokkal erősebbet fog tudni lőni. Kérem, majd csinálják egy íjat is, de szerintem ahhoz is munkapat kell. Tele vagyok már? Hát már eléggé. Valamiket el kell dobjak. A fát úgy beszéltük, eldobom. Hát azért a nitrátokat is nyugodtan eldobhatnám, meg még azt is. Ugye megnézzük, hogy mi marad itt. Ebben még a workingesbe kérek még egy kis forzsos könyvet. Ez nem forzsos, de az is biztos jó. Bowhunter, az is jó. Kettes Wooden Club, hát igazából nem használom egyiket se, de oké. Okay. Oké, okay, hát most az étterembe bemenni, mondjuk ott még találhatnék. Az étterembe igazából lehet nem lenne rossz, ott találhat. Megint esik az eső, akkor itt pontot tesz a végére az éttermemnek. Ezt ide valóban lepakolom, hogy valahogy termentesítem itt meg ezt is, nem tudom, valahogy itt át kell rendezni, de szerintem ezeket itt én mindjárt elhaigálok. Elhaigálok dolgokat. Ez meg még zárva is van, ne szórakozzatok már, hogy még ajtót is kell üssek. Hello everybody, valaki nem segítene? Oda bent. Itt kopogok, itt kopácsolok. Sokkal erősebbet tudok már lőni, mint eddig. Megbolondultak, olyat lövök. Van itt valaki? Jön valaki. Csak azt hallottam. Kint vagy, vagy bent vagy? Az a kérdés. Ja, kint. Az úgy jó. Azzal semmi gond nincs. Most jöhetek ki. Hát ezért, hogy jöjjek ki a megint csak egy csomó loot. Azért jöttél, hogy megöljetek. Teleraktok engem loottal, aztán meg akartok ölni. Tényleg nem nagyon tudok már mozogni. Itt a 6 darab követ is lazán elhajítjuk. Én szerintem ezeket az ólom... Tehát az a helyzet, hogy nekiállok majd bányászkodni. Én ezt a 1 forintos, 1 pénzes bandást is eldobom, mert nem használtam még egyet se, és szeretném, hogy így is maradna. Hát ezt... Most erre rámegyek, ez... És ez azért van illetéve. Na mindegy, figyelj, gyere, nem tudom, van itt még valaki? Nincs. Akkor meg mit sunnyogok itt? De hol van itt a loot, amúgy?
Nincs loot, én meg itt... Minek jöttem ide be? Minek jöttem ide be egyáltalán? Még ebbe sincs. Itt minden üres. Öcsém, te minek jöttem ide be? Na, előjöttél végre. A dolgod volt, nagy dolog volt, nagyon sokáig ott ültél bent. A véletlenül se ugyanazt adja kétszer. Ó, itt egy könyves. Valaki jön. Vagy ez még mindig ugyanaz? Lett egy... Ó, ezt meg eldobjuk. Kávé. Ja nem, víz volt benne. Ezt nem visszük el. Ebből azt hiszem van már nálam. Itt fel lehet, van a tetőn is esetleg valami? Azt nem tudom. Azt nem tudom, de hogy én már teljesen tele vagyok, az biztos. Ott még ide benézünk, ebbe is, még ebbe is lehetnek olyan dolgok, ami kell. Hát csupa olyan dolog van, ami nem kell. Itt ebbe azt hiszem a másik végében nem mentem még végig, azt még azért be, oda bekukkantunk, csak a rendkedvér, hát ha van itt valaki, vagy valami. De szerintem aki itt volt, az már kijött hozzám. Ó, egy méz. Méz, meg egy kis lőszer. Hát jó, kis bőr, vigyünk bőrt. Hát jó, akkor ennyi, és akkor még minden igaz. Na, ha minden igaz. Ó, de jó, már ugrani se tudok ám, amiatt akarnék. Ha minden igaz, akkor még a traderhez is beugrunk. Merre fele van a... De elmenni se tudok az airdropért, csak úgy, hogyha a traderhez elmegyek először, meg traderhez, hát meg haza. Hát ezt, ami itt van. Hú, menne. Azt sem tudom, merre lakom. Másik irányba. Vissza. Vissza az egész. Vissza az egész, de elmegyünk a traderhez, mert eladjuk, van nálunk egy csomó könyv, az már, fú, az már egy nagyon könnyebbülés lesz, van egy csomó könyv nálam. Eladjuk, és akkor utána elmegyünk még az airdropért. Aztán hát az a baj, hogy piszok gyorsan telik az idő, mert már pikpak, aztán 13. napnak is vége lesz, és aztán jön a 14. Csak hát mocskos módon túltelt vagyok, mondjuk egy zsebet még csinálhatnék a kabátba. A kabátban nincsen zsebem. Oda még azt lehetne csinálni. Jó irányba megyek? Hát már ismerem a járást. Bemenjek biciklivel együtt. Hát bemegyek, mert kevesebbet kell járkáljak, mert ugyanis a biciklistára van. Hát, azt nem is tudok vele most mit csinálni. Mindjárt először eladom, ami nálam van. Ja, ez az egy darab fa is minek ide. Minek jöttem vissza? Hát minek? Ez a cső puskát, ezt, hát ez szerintem mindegy 13 pénzt adsz érte. Nem baj, tied lehet. Macsete parc, szerintem nem fogok ilyet se csinálni, mert én talán jobban szeretnék, ez nem kell. Hát mindjárt jövök vissza, cserélünk cuccokat, jó? Elbarterezzük. Bunker Buster, ez meg a kőre, ezt is bele kéne tegyem. Majd, oké. Okay. Jó, az a sapka itt van nálam, azt is szerintem még el kéne adjam. Hát ezt úgy döntöttem, hogy kell a fenének, és akkor ezeket meg átveszem. Itt is a macséta, ezeket kéne a tradernek eladjam.
Az is mindenféleképpen kell. Jó, hát egy pár dolgot innen áthaigálunk már, ami olyan, hogy csak én legyek tehermentesebb. Én legyek végre, nem akarok macsítát, ez mehet, tied lehet. Ez is a tied lehet, ez is, ez is, ez is. Jó, és ez már így lett nekem. Jó, valamennyi pénzt is hozott, de az nem érdekel. Ja, új dolgok vannak a tradernél. Veszünk még egy ilyen home quicklit. Nincs véletlenül olyan, hogy urban, ja, ez már nem, akkor lehet, hogy nincsenek új dolgok. Vagy nem tudom. Vagy mindig ugyanaz van, ez az Urban Combat 4, ez már volt az előbb is. Handgun magazin, azt nem tudom, hogy ebből két könyv is van végül, és lehet, hogy ezt a pisztoly dolgot is lehet, hogy mert én erre így is úgy is menni akarok a pisztoly témára. Jó, a többi az szerintem jönni fog majd magától, a többi dolog, a többi könyv. Mert ezek, sőt nem, hát a farmingos könyveket, azokat el kéne vigyem, mert ahhoz attól függ, hogy én miket fogok tudni csinálni. Azt mindjárt meg is nézzük. Már ki is zavar innen, hogy takarodjak a boltjából. Na nézzük, Golden Road Chrysanthem, ugye, és ez azért kell, és még pontot is adok. Na. Kávé. Na szóval csak nézem, hogy be van lassulva a rendszer. Szóval van itt egy ilyen, hogy szídek, vagyis magok, és na ezekből itt van, hogy én mikből tudok magot csinálni. Hát ezek még mind olyanok, amik pont lényegtelenek egy kicsit, mert aztán majd lesz lyukka, a aloe vera, az már jó egy körnek. Viszont az értékesebb dolgok, azok itt vannak, és hol van a legértékesebb? A legeslegvégén a burgonya, meg a kukorica. Tehát ezek lennének a kajának a legfontosabb alapanyagai, de ezek mind nagyon-nagyon a vége. Hát, viszont ez nagyon hamar meg lesz, tehát ebből nem is tudom mennyi volt, 25 vagy valami ilyesmi az összes, tehát ebből nem kell olyan sok könyvet, nem kell 100-at megszerezni, mint a többi dologból. Ebből viszont, ja a következő, na várjunk már, ja hogy én már nem figyeltem, hogy a rendes pörit is kitanultam, ja és akkor a következő dolog az most már egy steak and potato, olyan krumplis steak. Oké. Okay. Hát más nincs, úgyhogy ezeket sikerült. Hát viszont akkor így már szerintem ebbe az állapotban így el tudok menni, akkor nem kell hazamenjek először. Megpróbálunk el biciklizni az erdőtér. Na abban is azért vannak könyvek, és akkor még meglátjuk, hogy az hol van. Jó, az pont előttünk van. Pont előttünk van, csak jó messze. Tudom, merre kanyarodjak érte. Hát menjünk így a belvároson keresztül, szerintem az... Hát otthon majd főznünk kell, mert ez így... Mondjuk azt hiszem, hogy találtam én tojásokat talán a havasba. Meg hát ha más nem, akkor sült húst fogunk enni, az is jó. Hát vízünk van, mert az egy kicsit dehidratál, de hát ha más nem, akkor azt. Illetve hát nem tudom, hogy mennyi. Nyilván, hogyha tudnám már a pörit is csinálni, na de hát ugye az a baj, hogy ahhoz kellenek más összetevők is, és tehát a burgonya, meg a kukorica konkrétan, és hogyha az... Azt nem nagyon tudom gyártani, akkor az így gyorsan elfogy. És az akkor lenne jó, hogyha már be tudnék állni arra, hogy van utánpótlás. Ezt azért gondolkoztam itt rajta közben mondtam, hogy ezek is visszajöttek szerintem, ezek a lootok. Hát akkor ezeket megnézem már. Kis műanyag. Ebbe reménykedek még, hogy hát ha ez... Ott van egy jó kis gyárépület emögött is. A forzsos könyv, ott ami megéri. Ott van egy... akkor már lehet, hogy csak egy kell. Egy könyv kell. Egy könyv kell már csak szerintem. Hát 9/10, igen. Egy darab kell. De figyelj, már nincs nálad egy forzsos könyv véletlenül.
Nem, mert olyan a mozgás. Nálad ilyen boxolós könyvek vannak csak. Boxoló volt az apukád. És itt a farzsos könyvem, és vegyünk haza, legyártjuk. Hát gondoltátok volna, hogy egy betonkeverőbe fogom megtalálni? De végül is miért is ne? Hurrá! Hát, tudom, hogy egy kicsit több info kellett, én ki vagyok elégítve, úgyhogy mehetünk hazafele mindjárt. Ezért elszaladunk 400 akárhány méter, és akkor utána megyünk haza. Hát ez a mocsok időjárás, ezért ez így kibabrál az emberrel, mert ez aztán folyamatosan ez megy, hogy így besötétedik. Esik, besötétedik kicsit. Hát hazafele menet majd még, hol lett a biciklim? Hazafele menet majd még jobban figyelem ezeket a fészkeket is, mert tényleg tojás az olyan hát azért kevesebb van, mint toll, de persze mind a kettő kell, csak hát azért jó, hát befért. Még befért a zsebembe, annak örülök. Na menjünk innen. Menjünk innen, teperjünk hazafele, még gyűjtögetem hazafele menet a... Gyűjtögetem a fészkeket, meg a tollakat, meg a főleg a tojásokra mennék nagyon, ha lenne. Mert még az a baj, hogy hát megnézzük majd otthon mennyi, de hát... Nyilván annyi krumplim van, meg annyi... itt valaki lakik. Hát pedig... Igen, valami olyasmi. Pedig ott az valami olyasmi. Na majd szétnézünk valahol. Miért szálltam le? Ja, ezért. Ezeknél legalább volt tojás. Szóval mindenféleképpen... Jön egy madár. Majd. Jön. Én nem is látom. De jó kis csali volt az. Elhoztam a tojást. Aztán hogy rám is volt, hogy nehogy elhozzam már. Szerintem leakadt rólam, én szerintem már nem jön. Nem is láttam, csak a hangját hallottam. Ennek szinte csak ugyanaz. Nem akarok veletek most, megmondom őszintén, hogy én már kuhú és munkapadlázba égek, úgyhogy most ez van. Ez van, de nem tudok nagyon mit csinálni, mert hogy kezdek megtelni megint itt valahogy. Ezt néztem én az előbb, nem ez volt, ez egy másik autó. Ezt is megnézzük. Hát, ha ebbe is van apának valami jó dolog. Hát egy forzsos könyv. Hát mi lenne? Erre lakom? Arra. Menjünk hazafele. Itt van egy templom. Na majd megkeressük az atyát. Hát, ha tud valami jó tippet adni. Várjunk, hát nem csak az, itt is, ez is ugyanaz, könyv. Hát, ha valami jó tippje van, de bár én már semmiben nem hiszek amúgy.
hogy ott elszakadt nálam minden, amikor itt a Isten házába a Covid alatt is maszkot kellett hordani. Szóval ott megszűntek a dolgok. Ezt is megnézhetnénk, de én már most megyek haza, megyek. Nem állunk meg, viszont tényleg majd bejövünk, mert itt vannak jó kis helyek, ahol nem is nagyon jártunk. De most már nekem abba az irányba kéne menni, hogy csinálok magamnak egy jó pisztolyt, egy jó íjat végre, meg ilyenek. Jaj. Én már ezeken vagyok, hogy muszáj. Itt a traderünk. Akarok én eladni most a tradernek valamit? Még ezeket el sem olvastam, ezeket a könyveket. Szerintem, hát mondjuk ezt a vacakpisztolyt, ezt akár el is adhatnám neki, mert minek vigyem haza ezt a csőpisztolyt. Tehát lesz nekem olyan pisztolyom mindjárt. Beengedsz még? 17 óra? Ó, gyerekek, semmi ereje nincs, hát nem tud már menni se. Hát ez az, hogy amikor túlterhelt valaki, akkor... Hát ez van. Pénzt is eladjuk. Á, kis pisztolyt. Ezt csak azért adom el, mert semmi értéke nincs, de azért adom el, hogy ne legyen itt a zsebembe. És akkor ezeket viszont valahogy... Hát, jó, mindegy, ezt kinyitjuk. Két forzsos könyv. Ezt nem is akarom elmondani, hogy Iron Tools Quality 3. Cső... Mi a cső puska quality? Mi cső machine gun quality? Jó, na ez viszont érdekes lesz. Hát az a baj, hogy... Az a baj, hogy ilyenek vannak, ezek a klot ruhákat, ezt mind eladom. Hát nekem mind van. Mim van már, van olyan, ami még rosszabb ennél? Hát már én nekem ezek itt mind scrappes. Ezeket mind eladjuk. Figyelj, tesó! Nem kellenek ezek. Viheted. Ne! A kutyának meg tessék. Jól van, ezeket eladtuk neked. Még azért azt akkor most már itt tartunk. Megnézem, hogy van-e nálad egy fújtató, de még az is lehet, hogy már nézzük, 1500 ér adod. Megnézzük, hogy tudom-e gyártani, mert most ez a nagy kérdés, hogy tudok-e... Na, én csak tudok-e... Hát mindegy, megnézem itt, hogy kitanultam egyáltalán, mert most nem tudom, hogy... Nem még, de az már a... Hogy vagyunk? A lockpickhez azok kéne még 5, és akkor még utána jön majd ehhez nem tudom mennyi. Hát az szerintem az még nagyon soká lesz. Szóval én szerintem ezt meg kéne vegyem ezt a fújtatót. Megveszem a fújtatódat. Jó! Ó, van egy Crucible 15 000 ér. Hát figyelj tesó, kend a hajadra. Nem tudok vele mit csinálni, az igazság, mert nincs annyi pénzem. Árengedmény, vagy valami van. Hol van a fújtató amúgy? Valahol az előbb volt. Valaki elkapkodta. Nem, megvan. Megvesszük ezt a fújtatót. Sí szemüveg, ez melyik? Ez az Agility. Mondjuk az nem lenne rossz, hogyha Agility szemüvegem lenne, de az is 1500. 1500. Biztos kínai, mert ott minden 1500. Jó, hát ennyi a fújtatót. A fújtató az kell, az, mert most akkor nekiállunk, viszont hogy állunk? Ezt meg kell nézzem, hogy hogy állunk. Pisztoly. Pisztolyból tudok 4-est. Hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy elsózom-e rá. Elsózom rá, vagy nem sózom-e rá, és csinálok-e 4-est, vagy pedig végülis, hogyha leszkreppelem ezt az 1-es pisztolyt, abból is kapok még parcot. Na meg nem tudom, mennyi lesz otthon belőle, hogy most megvárom, hogy tudjak meg. Ugye 5-ös, 5-ösnél jobb pisztolyt nem fogok tudni, ugye 6-osat nem tudunk csinálni, csak találni lehet. Tehát, és az a kérdés, hogy most... Ja, ez tele van, ó. Oh. Tudom, tele vagyunk. Én is, hidd el. Nekem is minden bajom van már. Ki is pakolok itt, mert ez így nem jó. Itt vannak még a 4 víz, egy ilyet iszunk.
Hát valamennyi kukoricát, tehát ezek a egy-egy kukoricát, amit találtunk, hát ez annyira kevés, hogy ezzel igazából nem nagyon tudunk mit csinálni. Tehát abból nem reménykedek, hogy abból tudsz. 19 tojás, viszont fogunk nagyot főzni mindjárt. Főzünk egy jó nagyot. Jó, ezek az alapanyagok kellenek, azt beledobtam. Ez ilyen alapanyag is jó. E is bemegy. Ja, ez sör. Összekevertem a mézzel, de jó, nem baj. Az is kell. Ez is kell, meg az is kell. Ez ide jön. Akkor viszont vissza az egész, mert akkor az italosba bemegy ez, az ételesbe meg ez, mert akkor... Ja, gyűlik. Ne, kevésbé az étel, legelőször valószínűleg a farming plot lesz belőle, de attól nem baj, ide, itt tartjuk. Várjál, ó, elfelejtettem valamit, álljunk itt le. Itt állj le, most, és akkor ez belerakjuk. Na most induljunk újra. Oké. Így már most jó. Kraftos. Az lőszer, ez kraft. Kraft. Hát jó, pénzt is bedobom, akkor továbbra is ide, akkor továbbra is itt tartjuk. Akkor a lőszeresbe bedobjuk, ami lőszer jellegű dolog. Hát még nem tértünk át a kőhegy, mondjuk most már majd elkezdhetnék azt is csinálni, kőhegyű nyilvesszőket, mert most már ugye megvan rá minden lehetőségünk. Ott tartottunk, EU-be berakjuk, egy lábtörés, oké, építősbe. Kohó. Ja. Ez meg vegyi, és akkor jövő még a lőszer. Jó. Ezt pedig majd belerakjuk. Még van az építős. Ez is ide. Ez meg konzervek. Van egy olyan, hogy konzervek. Van bizony. Konzerves receptek miatt. Oké. Oké, hát ezt majd megoldom, vagy meg kell majd oldani, vagy valamit csinálunk, hogy ne kelljen így bénázni, bejövetelnél. Ezeket még ide berakom, azt mondja, kraftos ide, és akkor még, és akkor nagyjából ezt ki is pakoltunk itt frissen, gyorsan. Jól van, viszont összekéne dobjunk egy munkapadot. Jó, és akkor meg is nézzük, hogy mi kell a... Hát, sőt, ez csak fegyver, eszköz, ezt... Hát ezeket lehet magamhoz is veszem, mert akkor most itthon vagyunk, de... Melyik a rosszabb? Mondjuk ez egy rosszabb. Akkor megnézzük, hogy... Jó, azt mondja, forged iron, mechanikus, duct tape, szeg. Csinálom kell 100 darab szeget is. Forged iron 25, az most lett végül? Vagy az most elfogyott? Az szerintem elfogyott. Viszont akkor nél, hát én nem csinálok többet, mint amennyi kell, mert minek, utána azt bármikor tudok csinálni. A többiből meg csinálok Forged Iron-t, az úgyis kelleni fog. Az úgyis most kelleni fog, szerintem egyenlőre ez marad, és akkor vissza az egész, hogy akkor, tehát kellene belőle 20 mechanikus, viszont lehet, hogy majd tényleg el kell menni keresni. 5 duct tape, ez csak, a duct tape az biztos van 5. Mechanikus, az nem hiszem, hogy van annyi. Azért el kell menni. Akkor mégiscsak vissza, viszont akkor elveszük itt a jobbikat. És akkor el kell kezdeni szétszedni dolgokat, mert ez így nem lesz elég. Tehát kell nekem, hát a fele van meg, 20. Jó, hát amíg ez, meg kell még egy kis... Hova lettek? Ja, kell majd még egy kis fa. Jó, akkor ennyi kell. Viszont akkor én meg annyi, hogy... Annyi, hogy akkor itt elmegyünk egy nagyon picit, szétszedünk dolgokat, mert ezt... Hát szétszedünk autót is meg, hát ami olyan, szedjük szét.
Kellenek úgyis dolgok, úgyhogy ezzel nem tudunk mi csinálni. Majd látjuk, hogy mennyi jön belőle. Egy mechanikus, kettő. Jézus, már ugye van fáradva. Biciklizéstől fáradt el, hogy ide jöttem? Szerintem igen. Hát így jön egy kis rugó, egy kis ez az amaz. Azt a rovat, hogy elfárad. Hát erre is kell majd pontot tenni, és akkor jobb lesz. Hát nem nagyon merem nyomni, hát ez is csórikám. 15-16 mechanikusokat számolom, hogy mennyinél állunk, vagy hogy állunk. Az még kevés, mert 18, 20 darab kell, úgyhogy... Igen, 20 darab, annyi hiányzik, igazából a szeg az ott készül, a forgedájon az is készül, úgyhogy ezek, ez az, ami kell nagyon. Ja, és meg is vagyunk, de hát nem baj attól, hogy most már szétszedem ezt az autót. Ez úgyis annak készülnie kell a Forged Ironnak is, úgyhogy ez, meg hát amúgy is kellenek ezek otthon a többi dolog is. Hát kemény meló ez, így szétszedni egy autót. Ezt én is azt mondom. Nem is tartom rajta az ujjam folyamatosan, mert hát majd viszont tényleg az, hogy mechanikus alkatrészeket, ezt a székeket, meg ezt, azt szét kell majd szedegetni. Úgyhogy olyan helyeken járok, mindent, ágyakat, meg ami csak olyan, hogy kell rugó, hát nem rugót is nem lehet ugye gyártani, tehát az csak így lehet. Ezeket a mechanikus alkatrész, meg elektronikus alkatrész, itt azt itt úgy láttam, mintha lenne valami, de csak lehet, hogy oda tükröződött a fény. Lehet. Hát majd már horda előtt lehet, hogy nem állok neki amúgy a tetőnek, de majd horda után meg szerintem nekiállunk, és akkor megcsináljuk a tetőt is. Jó, ami olyan, hopp, ez pont kellett volna. Jó, ez pont kell. Üzemanyag, mondjuk ez bemegy esetleg a vegyibe, ez bemegy az olvasztósba. A benzin az ide, mondjuk a... Na igen, a aksi az meg jöhet ide szintén. Ja, megnézzük, hogy állunk. A 100 szeg megvan, ez is megvan. Akkor nincs más hátra, mint egy. Nincs más hátra, mint előre. Oké. Okay. Ja, jött egy kis vas is még belőle, jól van. Jó, kohó. Hát ezt most már hagyom itt, hát fát kell majd vágnunk, mert 40 darab fa darab maradt. Mi kell nekem a csákány, de a csákányba ugye ezeket tudtam beletenni, ezt is majd bele kéne tenni ezt a modot, csak nem fér bele. Úgyhogy majd mindegy, én ezt átmenetileg beteszem ide, de majd csinálunk egy jobb csákányt, és akkor abban már egész biztosan bele fogom tudni tenni. Mennyi ez még? 5,5 perc. Hát mindegy, az már meg lesz. Jó, és akkor nézzük már meg, hogy hogy is állunk, vagy mit sikerült nekem. Lett egy pontom is én szerintem. Tuti, amúgy lett egy pontom is, csak most az egy ponton is el kell gondolkozni, hogy mire tegyek. Itt van az agility-m. Hát mondjuk azt nem lenne baj, hogyha a hetesig kihúzom, az már 2 pontos a hetes. Aha. Ja nem, már a hatos is 2 pontos, bocs. Ja, akkor az eleve akkor nekem 2, 4 pont, 5, 6. Tehát 6 pontnak kéne legyen ahhoz, hogy mind a kettőre 4-esre kihúzzam. Mondjuk mindenféleképpen el kell majd kezdeni, de most csak 1 pontom van. Az 1 pontot, az pedig valami olyan dologra kéne tenni, amit beszéltünk. Szóval el kéne kezdeni én szerintem ezt. El kéne kezdeni ezt. És akkor ez most azt jelenti, hogy a farmpontokat 30%-kal olcsóbban tudjuk lekraftolni, de ezen, akkor ide kéne még nekem fortitude szint 3, level 5. Tehát akkor ide kéne majd rátenni, de 5-ösig ezt ki kéne húzzam.
Azt ki kéne húzni, és akkor megnézzük, hogy amúgy étel alapanyag ügyileg, hogy állunk. Hát 21 darab kukoricám van. Hát, ja. Itt van ez is. Ez is. Ebből meg 15. Tehát az a baj ezzel még, hogy csak elpocsékolnám igazából, és nem nagyon jutnánk. Nem nagyon jutnánk egyről kettőre, úgyhogy szerintem még most nem erőltetem, marad a sonkás tojás. Ez még sonkás tojás művek marad, abból csinálok most 9-et. Aztán a többit meg majd még meglátjuk. Ez a 9, ez annyit jelent, hogy 7,5 perc, jó. Hát jó, étel van, innivaló van, most már ezek is készülnek, még olvad be, úgyhogy most már beindult a munkapadom, az még 3 perc, és megvan a munkapadom, utána pedig pisztolyból megnéznénk még, hogy az még annyi, hogy a pisztolyból, mikor lesz az 5-ös, 21, 1 pont kell hozzá, én ezt most nem csinálom meg, ezt a 4-es pisztolyt, hát 1 pont kell, és lesz az 5-ös pisztolyom, annál jobb úgyse lesz, tehát maximum, hogyha találok, úgyhogy azt az 1 pontot én már megvárom, ha kell, a tradernél veszem meg, vagy tök mindegy, de azt nem csinálom meg. Az íjból már viszont tudok csinálni 5-öset, na azt viszont megcsinálom az íjból az 5-öset, abból megnézem a parcokat, hogy abból meg is van, mert ahhoz 5 darab kell. Ja, úgyhogy azt megcsinálom, de a pisztolyból is meg fogom tudni, mert abból is van 5. Úgyhogy ezeket mind szépen megcsinálom még horda előtt, remélhetőleg meg lesznek aztán. Ja. És ez csak annyira jó, hogy erősebbek is egyrészt, meg ritkában kell javítgatni is, úgyhogy én szerintem az úgy tök jó lesz. Ezt azért becsukom, magamra csukom az ajtót. Jól van, hát én viszont megköszönöm, hogy itt voltatok. Egy kicsit hosszabb lett, mint ami előzőek. Általában 1 órás volt, ez most egy kicsit hosszabb volt. Következő alkalommal viszont 14. nap jön, tehát akkor viszont jön a horda. Úgyhogy az ugye 13. nap este 22 óra 58 van, és 14. nap este 22 óra, tehát az is egy óra múlva lesz durván valós időben a horda elkezdődik, mire annak vége lesz, úgyhogy az is lesz egy ilyen másfél órás az a stream, úgyhogy hát várlak majd benneteket legközelebb is, legyen szép napotok, sziasztok!